Gyurgyócsatornán, nem tudom milyen nap van, de fél hét. Éppen újtól vagyunk Nyíregyházára, úgy döntöttünk, hogy ezt nem tudom miért nem vágtam ki a pólomba. Igen, úgy döntöttünk, hogy elmegyünk egy kicsit kirándulgatunk, ma nem lesz még olyan nagyon nagy kánikula, úgyhogy elmegyünk Nyíregyházára az állatparkba, csak ilyen jövünk-megyünk állatparkozás lesz. Maci itt van velünk, mert nem szeretném még egyelőre együtt hagyni a két kutyát, annyira nem bízok Lédibe, hogy mindig tud vigyázni. Nem az, hogy szándékosan bántaná, csak azért, hogyha oda csak a mancsával esetleg, vagy ilyesmi, úgyhogy Maci itt van velünk, de az állatkertben van kis állatfelügyelet lényegében, úgyhogy ott fognak tudni figyelni rá. És ennyi. Úgyhogy úton vagyunk, ha érdekel titeket. Puputevelovagolsz, igen, mert tavaly is szeretett volna, de 5 éves kor volt a határ, ő meg akkor még csak 4 éves volt hivatalosan, de most puputevelovaglás is lesz. Úgyhogy ha érdekel... Igen, ha érdekel titeket, akkor tartsatok velünk. Hú, de rohadt messze lakunk mi mindig mindentől, nagyon durva. Mindjárt ott vagyunk, amúgy most hagytuk el Debrecent, megálltunk egy pisi szünetre, meg addig Maci is sétálgatott egyet. Lottikával mi aludtunk, de nem egyáltalán nem érzem magam kipihentemnek. Elég későn feküdtem, de tegnap ráadásul megint aludtak a gyerekek. És nem hiszem el, hogy már 100 éve nem aludtam át egy éjszakát, tehát hogy... Na, mindegy. Ne menjünk bele, mert csak felhúzom magam. De már mindjárt ott vagyunk. Ennyi. A jegy megvásárlása után Macival átmentem az információs irodába. Ott lehet jelezni, hogy szeretnétek elhelyezni a kutyust. Kulcs csak az információban van, és egy kenelben csak egy kutyát helyeznek el, úgyhogy teljesen biztonságos. Hűvös van, többször ránéztek, kapott friss vizet, úgyhogy minden rendben volt, amíg mi állatkerteztünk. Mindig a zöld piramisban kezdünk, ide babakocsival nem lehet bemenni, azt kint kell hagyni, de ingyenesen biztosítanak szükség esetén hordozót, úgyhogy szerintem ez tök praktikus. Majd elindultunk a tevegelés felé, útközben Lotti rá is repült ezekre a kis mozgó vackokra. 200 forinttal működnek, és másfél percig ringatóznak. A tevére 120 cm felett lehet felülni, 1500 forintba kerül, és egy kört megy csak. Amíg Lili tevegelt, addig Lotti kétszer ringatózott ezeken a valamiken, tehát egy tevegelés körülbelül 3 percig tart.
Jó volt a Pumutemel a maglás? Tetszett? Ezután a Victoria ház felé vettük az irányt, hogy megnézzük a krokodilokat. Az egész állatkert gyönyörűen rendezett és tiszta, imádjuk. Ezután visszasétáltunk a zöld piromisnál lévő étterembe. Az ételek finomak voltak, és elég nagy adagot is adtak. Szerintem hatalmas élmény, hogy ebéd közben az orángutánokat tudjuk nézegetni. A 13 órakor kezdődő fókasóra nem fértünk be, így béreltünk egy kiskocsit, és elindultunk megnézni a zsiráfokat. A kiskocsi 1000 forintba kerül, a pénztárnál lehet kifizetni, és utána a bejárat mellett lehet kiválasztani, hogy melyik kocsit szeretnétek. Na, ezt a fülkét ne használjátok. Elvileg ez egy fotóautomata, gyakorlatilag egy borzasztó minőségű A4-es lapot nyomtatott 400 forintért. Ezután visszamentünk a 3 órakor kezdődő fókasóra, mert 2:30-kor hatalmas sor volt, de szerencsére találtunk árnyékos helyet. A lányoknak ez volt az egyik kedvenc programjuk az állatkertben. Fókasó után felültünk erre a kis kocsira, vagy vonatra, vagy nem is tudom, mi akar lenni, ami körbevisz az állatkertben. Gyerekeknek 500 forint, felnőtteknek 1000 forint, körülbelül egy 20 perc alatt körbe megy a fő látványosságoknál. Az is nagyon-nagyon tetszett a lányoknak, és akkor utána jöttünk is haza. Ugye természetesen felvettük Macit, és jöttünk haza. A lányok még ki se értünk Nyíregyházáról, de már el is aludtak, nagyon-nagyon elfáradtak. Imádjuk a Nyíregyházi Állatparkot, így, hogy ott voltunk egy 7-8 órát voltunk körülbelül ott, mert majdnem zárás volt már, mikor elhagytuk az állatkertet, így sem sikerült teljesen körbe menni és megnézni mindent. Én nagyon-nagyon ajánlom az állatkertet nektek.
Nálunk ez egy minden évben ismétlődő program, minden évben megyünk, és tényleg csuda jó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, találkozunk legközelebb. Sziasztok!